Szócska Miklós azzal indokolta, hogy ezt mégsem fogják bevezetni, bár a nemzetközi kötelezettség is van erre, de dönthetünk úgy, hogy nem, mert hogy óriási szakmai vita van e körül. Hát, hogy tényleg szakmai vita-e ez a vita, vagy pedig leginkább politikai, azt megpróbáljuk most kibogozni, mert hogy most szakmai vitát szeretnék, vagy szakmai érveket hallani fogok is. Czeisel Endre a vendégem, jó estét kívánok! Kezdi csókolom, köszönöm a meghívást! Van itt szakmai vita? Tehát tényleg megosztja az orvosokat? Amennyire én mondjuk az elmúlt 2-3 évben magyar szakmai üléseken részt vettem, ott egyetértés volt. De azért engedje meg, hogy szakmai kérdésekről beszéljünk, de azért két dolgot hagyj szögezzek le. Én itt most védeni fogom az abortusz tabletta használatát, de azért azzal szeretném kezdeni, hogy én mélységes szomorúsággal veszem tudomással, hogy azért Magyarországon mindig 40 ezer föl kis emberek életét kioltják. Tehát, hogy az abortusz az egy társadalmilag egy pestis, az egy nagyon nagy baj, és mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy ezt tovább csökkentsük le, ahogy bizonyos országokban, például Hollandiában ezt megoldották. Tehát ez lenne a kiinduló pont. De még a kiinduló ponthoz annyit hagyd tegyek hozzá saját véleményként, hogyha bárki önt látja, hallja, olvassa, szerintem véletlenül se jut eszébe, hogy Czeisel Endre nem életpárti lenne. Tehát, hogy a munkája során, hát ezt a tapasztalatot vontuk le. Köszönöm szépen. És akkor jön a következő állítás. Tehát az, hogy egy társadalom megengedi-e az abortuszt, tehát a nem kívánt terhességekben, a nő válság helyzetére hivatkozva, hogy ő ne vállalja a kihordását, hogy a terhességet megszakíthassa, az egy politikai döntés. És a magyar törvények ezt megengedik. És akkor most jön a szakma, ha viszont ezt a magyar törvények megengedik, és most hagyd mondjak egy csúnya szót, és ítélet végrehajtóul az orvosokat jelölik ki, akkor azt, hogy azt milyen módszerrel végzik, az már teljesen szakmai kérdés, és ebbe a politikának nem lenne szabad beleszólni. Mert amit én hiányoltam, mert követtem az újságokat, és még a szakmai véleményeknél is a legfontosabb veszélyt, azt nem mondták ki. Hogy Magyarországon 9% a kora születési gyakoriság. Szemben a nyugat-európai országokkal, ahol 4, 4,5, maximum 5%. És ennek a 9%-nak mi köze van már az abortuszokhoz? Már 20 éve tudjuk, Lampé professzorék Debrecenben, hogyha egy nőnek volt egy abortusza, 13%, hogy kora születés lesz a következő terhességbe. Ha 2 abortusza volt, 17%. Ha 3 vagy több, akkor 21%. Ugyanis miről van szó? A mély az egy ilyen körte alakú szerv, nevezzük zacskónak, aminek az alsó szára zárva van. Na most a sebészi, tehát az idejét múlt sebészi beavatkozásnál ezt a mély nyak záróizomzatot ki kell tágítani. Fiatal koromban csináltam ilyet. És akkor egyszer csak van egy roppanás, amikor éppen elszakad ez a záróizomzat. Erről az orvos nem tehet, mert hát tágítani kell a mély nyak záróizomzatát. Na most amikor ez bekövetkezik, és aztán később az asszony már akar egy kis babát, akkor egyszerűen ennek a zacskónak az alsó szára nem zár. És amikor az a gyerek elér egy 1500-2000 grammos súlyt, akkor egyszerűen kicsúszik. És hogy ez mennyire így van, 3 éve végeztünk egy vizsgálatot, 51 ezer magyar várandós orvosilag dokumentált várandós gondozási adatai dolgoztuk föl. Magyarországon a méhnyak záróizomzat elégtelenség 7,3%. Nyugati-európai országokban 1%. Ezek után, tudja, ilyen tudományos kalkuláció, az jött ki, hogy a Magyarországon a kora születések gyakoriságának körülbelül 1/3 a korábbi művi vetélésekre vezethető vissza. A magyar orvostársadalom ezt felismerte, és próbálják a lamináriát, ugye ez egy gyökér, amit betesznek a méhnyakba, és az magától próbál kitágulni, de azért úgy látszik, nem vagyunk sikeresek, mert ez a 7,3% azt mutatja, hogy ez egy óriási érték. És akkor most itt jön az én problémám. A nyugati-európai országokban a 80-as évektől kezdve Londonban láttam, tablettával oldják meg a terhesség megszakítást, mert szemben a sebészi módszerrel, ahol minden 850. esetben sértik a méhet, kilukasztják. Minden 100. esetben meddőség lesz, mert olyan kismedencei gyulladás alakul ki. Minden 10. esetben sérül a méhnyak záróizomzata. Tehát a tablettát nem gonosz emberek találták ki, hanem azt, hogy lehetőleg azt a méhet védjük meg az ilyen mechanikai sebészi beavatkozásoktól.
azt se leányálom, mert végül is egy mesterségesen kiváltott spontán vetélésről van szó. Erős vérzéssel is járhat, de azért a 9. hétig 97%-ban megoldja. Most ez egy más kérdés, hogy amikor megkérdezik francia vagy angol nőket, akik mindkét módszert ki kellett, hogy próbálják, több mint 90% azt mondja, hogy természetesen a tabletta, hogy nem kell benne. Tudja, amikor én fiatal orvos voltam és dolgoztam, akkor a kis műtét úgy hívták, hogy mészárszék. Mert úgy ott csinálták az abortuszt. Tudja, nem kell bemenni, és azért nem kell egy nőnek magyaráznom, hogy mit jelent az, hogy ott nem kell föltárulkozni, és nem kell hagyni, hogy trancsírozzák benne a gyereket, ha az tablettával megoldható. Más kérdés. De ezt a tablettát is kimondottan kórházi intézményekben, tehát ez is, nem otthon bekapkodós. Nem, csak is otthon. És másik, csak is kórházban. Én persze, bocsánat, rossz. Tehát csak is kórházban, orvosi felügyelet alatt. Most egy más kérdés, hogy például el is húzódik, tehát 72 óra, mert az a 10%, amikor a nőt megkérdezték, hogy miért a sebész, hát azért, mert bementem a kórházba, aztán néhány perc alatt elintézték. Tehát 100 szónak is egy a vége. Én azért tartanám nagyon fontosnak az abortusz tabletta bevezetését, mert akkor megvédenénk a következő generációt. Én most megnéztem a legújabb statisztikai évkönyvünket, 481 csecsemő halottunk volt 2010-ben. Közülük 344 volt koraszülött. Na most, ha én azt mondom, hogy egy harmaduk a korábbi vetélésre, a sebészi módszerrel végzett vetélésre, akkor körülbelül most azok, akik a tablette ellen tüntetnek, azok azt akarják, hogy a következő években is 100 kis baba haljon meg, emiatt a beavatkozás miatt. Most arról ne beszéljünk, hogy a koraszületeknél milyen gyakori a vakság, milyen gyakori az értelmi fagyatékosság, milyen gyakori a mozgássérültség. Tehát az, ami számomra felfoghatatlan, hogy olyan kérdésbe szólnak bele, amihez nem értenek, és én nem tételezem föl róluk, hogy ők szándékosan rosszat akarnak a nőknek. Mert mondjuk az egy más kérdés, hogy azt sem értem, hogy miért férfiak akarják eldönteni, hogy a nők ezt a nagyon szomorú dolgot hogy oldják meg. Nyugati országokban fölvetik, hogy ezt is lehet, azt is lehet, tessék választani. De itt nem csak a magyar nőkről van szó, hanem a megszületendő gyerekekről. És nem tételezem fel azokról a politikusokról, akik tüntetéseket szerveznek, hogy azt akarják, hogy továbbra is vak, süket, értelmi fogyatékos gyerekek szülessenek és halljanak meg csecsemőkorban. Szóval ezért vagyok indulatos, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy vétek, hogy a politika mesterségesen bele akar szólni, rá akar rontani az orvoslásra. Azt is olvastam, hogy majd növekedni fog az abortusz. Na most a nyugati országon... Várjon egy kicsit, ezen én is elgondolkodtam. Tehát a műtétről azért minden nő tudja, hogy az műtét, az beavatkozás, az szörnyű, tudja a veszélyeit, biztos, hogy hallott róla, vagy feltételezzük, hogy hallott róla. Azért ez bármennyire is azt mondjuk, hogy embertelen megoldás, és van egy kicsit könnyebb megoldás erre, de hát ez mégiscsak visszatartó erő. Tehát nem lehet, hogy mondjuk egy ilyen abortusz tabletta pont azt a hatást váltja ki, hogy elterjed a fejekben az a teljesen buta gondolat, kamaszlányokban, felnőtt lányokban, asszonyokban, mindegy is, hogy jó, hát a műtét az macerás, veszélyes is, fájdalmas is, ki tudja, adminisztráció, nem tudom, bekapok egy tablettát, azt meg van oldva. Nem egyet. Hogy nem lehet, hogy visszajára üt? De én azt gondolom, amit elmond, az logikus. De ugyanakkor azok a tények, amiket közzétettek a tudományos szaklapokba, hogy amikor Angliába, Franciaországba bevezették az abortusz tablettát, nem növekedett az abortuszok abszolút száma. Na most én valahogy azért a magyar nőkről se tételezem föl, hogy ők mások lennének, és hogy ők felelőtlenebbek lennének. Nem lehet kizárni, de én azért nagyon okos nőknek tartom a magyar nőket, és azt gondolom, hogy csak egy hülye férfinek juthat eszébe, hogy a nő számára az abortusz az egy ilyen, hogy mondjam, a választási lehetőségek között fordul elő. Sajnos ennek ugye az oka az, hogy azért nem tanítjuk meg a gyerekeket arra, hogy kell felkészülni a családi életre, hogy kell felkészülni a szexuális életre, mert ez az én nagy bajom, hogy Hollandiában így oldották meg a problémát, hogy ott bizony 10 éves korban van egy tantárgy, megtanítják a fiataloknak, hogy igen, ha eljön az az idő, hogy ti majd szerelmesek lett, szeretkeztek, akkor védekezni kell mindaddig, amíg el nem jött az idő. Még egy dolgot hagyd mondjak el, ezt tudnék, ma kaptam meg a Lancet, az a legnagyobb angol újság, és tudja, megint az az érdekes, hogy ugye tehát a sebészinek nagy veszélyei vannak olyan szempontból, hogy növeli a koraszületést. A tablettáznak
tényleg kellemetlen, hogy azért fáj, vérzést okoz, és általában 72 óra alatt zajlik le. És most a Lancetben most jelent meg a két módszer kombinálása. Tehát, hogy abortusz tablettával kitágítják a méhnyakat, és utána már, miután már nincs sérülési veszély, meg kitágult, akkor kiürítik. És nagyon büszke vagyok, mert ebben a kutatásban például a Szegedi Klinika is részt vett. Tehát azt akarom mondani, hogy az orvoslás keresi az optimális megoldást, mert az, hogy a sebészi az idejét múlt, az biztosan tudjuk. A tabletta a WHO leírja, az egy nagy előrelépés a nők egészségének védelmébe, de ez se jó, és már keresik a következő módszert, hogy hogy lehet a leggyorsabban, legveszélytelenebbül. Persze az igazi megoldás az lenne, ha erre nem kerülne sok. Hát nem kerülne, és sok-sok kisgyerek születne, az biztos. Az, hogy például a szegediek is részt vettek ebben a kutatásban, most akkor alkalmazott, mert akkor miről szól a mostani vita, hogy arról, hogy lehessen alkalmazni, igen. De akkor ezek szerint van? Most megint két dolog. Az egyik az, hogy a Szegedi Nőgyászati Klinika, mint WHO központ, 2000 óta részt vesz ezekbe a kutatásokba. Tehát ez megint azért fontos, mert én hallottam olyan politikusi véleményt, hogy semmifajta tapasztalat nincs. Hát rengeteg tapasztalat van, és a szegedi tapasztalatok döntötték el, hogy a magyar orvosi kar, a szülészek és nőgyógyászok amellett. Ez az egyik. A másik, hogy 2006 óta a magyar parlament elvileg ezt megengedte, tehát az OGYI engedélyével egyedi esetekben lehetett alkalmazni, tehát én például az elmúlt évben is három olyan asszonnyal találkoztam, aki már ezzel a módszerrel élt. Azt említette a Hollandiát, meg említette az oktatást, és biztos Hollandián kívül még van jó néhány ország, ahol ezt az utat már több évtizedtel ezelőtt elkezdték bejárni. De azon túl, tehát az oktatás és a fiataloknak a megfelelő felkészítése, hogyha egy nő mégis krízis helyzetbe kerül, hogyha nem tud dönteni, vagy nem tudom, olyan az élethelyzete, olyan a kapcsolata, tehát akkor ki az, aki segíthetnek ezt máshol? Hogy? Tehát segítő szervezet, hogy találnak? Ha a nő nem keresi meg, akkor hogy találnak rá? Most nézze, itt megint én most a holland gyakorlatot elég jól ismerem, ott egy háromszintű rendszer van. Az első rendszer az, hogy fiatalok, ti értelmes kis emberkék vagytok, amíg nem jött el az idő, hogy kisbabát vállaljatok, védekezzetek. Persze ember téved, ott is lehet hiba. Akkor jön a következő, ez a sürgősségi tabletta. Ugye a sürgősségi tabletta, hogyha véletlenül úgy alakul, hogy nem volt fölkészülve, bekövetkezik, ez lényegében 72 óráig védelmet nyújt, de az első 24 óra fontos. Mert ha az első 24 órában beveszi a kislány a tablettát, akkor az nagyon nagy biztonsággal kivédi a nem kívánt fogantatás, bár lehet fogantatás bekövetkezett, a nem kívánt terhességet, és nincs abortusz. És tudja, itt most megint van egy olyan dolog, amit szerintem sokan ki fognak borulni. Képzelje el, a genetikai kutatás azt igazolta, és mondom, ez haragudni fognak, fogantatással kezdődik. Az első 24 órában, miután az ondósejt behatolt a petesejtben, még 24 órán keresztül a petesejtnek az RNS-e termeli a fehérjét. Vagyis, hogy nem egy új életről van szó, hanem a petesejt tartja. Az van szép nagy sejt, az a kis ondós sejt. 24 óra? 24 óra. De most nem tudom, hogy érti ennek a morális jelentőségét. Persze, mert ugye akkor azt jelenti, hogy az első 24 óra nem egy élet elpusztításáról van szó, hanem hát egy petesejtnek a sorsát pecsételjük meg. A petesejt az csak egy ivarsejt, és az ivarsejt azért, hogy mondjam, azt is persze védeni kell, bár ha arra gondolok, hogy a tizenéves rácok önkiégítést végeznek, és nem tömeggyilkosok ők, tehát azért az ivarsejt az egy egészen más megítélés, tehát ez lenne a második, akkor a harmadik az, hogy igenis vannak ilyen segítő szervezetek, hogy a például krízisbe jutott nők esetében ne a tablettáról, ne a művi. De hogy esetleg nem adja véletlenül örökbe másnak. Tehát, hogy lehet neki segíteni? Persze. Szóval ilyenkor aztán mindent bevetnek. Nálunk is van ilyen tanácsadás, de ahogy én a védőnöktől hallom, oda úgy mennek el már, hogy annyira eldöntötték, hogy 100 eset közül legfeljebb egy, akinél ezt meg lehet változtatni. De megint csak az én nagy bajom, hogy ez egy borzasztó nehéz probléma. Mert igaz, hogy a abortusz egy emberi élet kioltása. De az is igaz, hogy ha ezt betiltják, ez a nők elleni súlyos társadalmi vétek. Akkor nincs női társadalmi egyenrangúság. Hát tudjuk, a nők két dologért hajlandók a pokolra menni. Ott volt a román példa. Hát hány száz nő halt bele? Hány ezer nő lett egy életre
Tehát itt ezt a gordiuszi csomót, ezt csak úgy lehetne megoldani, hogyha nem egymást írtaná a két tábor, hanem összefognának, és végre Magyarországon is felkészítenénk a fiatalokat, és értelmesen próbálnánk védekezni, mert én mindig csak abba bízok, bár most nem látszik, hogy azért mi is vagyunk olyan értelmesek, mint a nyugati országokban. Hát, nagyon szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Azonnal...